Az egyiptomi helyzet minden napra ad témát. Ma Morvai Péter kollégámmal, az ATV külpolitikai szerkesztőjével beszéljük meg. Kairóból pedig itt lesz majd velünk telefonban Berényi Sándor, a hetek tudósító. Jász Berényi Sándor, bocsánat, a hetek tudósítója. Jó reggelt kívánok, szervusz Péter. Jó reggelt, szervusz. Még hajnalban is zajlottak az események Kairóban és Egyiptomban. Hol tartunk most? Igen, ugyanúgy mai nap az kritikus lesz. Az egyébként is fordulatos és eseményekkel teli hét szempontjából. Ugye a péntek mindig hagyományosan Kairóban és Egyiptomban a forradalom napja. Ez a nap, amikor a délutáni imák után a Tahrir térre és más helyszínekre kivonulnak a tüntetők. Ma bejelentette a hadsereg reggel azt, hogy engedélyezi a békés tüntetéseket, békés felvonulásokat. A kérdés az, hogy ezt mennyire és milyen mértékig engedélyezi, milyen mértékig megy el a hadsereg annak a tolerálásában, amit a muzulmán testvériség meghirdetett, hiszen ők azt mondták, hogy semmilyen módon és semmilyen formában nem működnek együtt a puccsal hatalomra jutott vezetéssel. Ugye a tüntetésekkel kapcsolatban talán fontos tisztázni, mert hogy aki nem követi ezt így percről percre, az lehet, hogy könnyen elbizonytalanodik, hogy az előző napokban még arról volt szó, hogy az egy éve körülbelül hivatalban lévő egyiptomi elnök ellen tüntettek az utcán tömegek, őket azóta egy katonai puccsal eltávolították, és most az eltávolított elnök mögött álló muzulmán testvériség hívei mentek az utcára tüntetni, és a muzulmán testvériség felszólította arra, hogy minél többen fejezzék ki tiltakozásukat. Ennek lehet erőszakos vége? Azt gondolom, hogy ami eddig történt a héten, az egyiptomi mértékben, illetve a térségbeli mércével nézve viszonylag a vértelennek nem lehet nevezni, mert több mint 30 halálos áldozata volt, de megmaradt egy adott kereteken belül. Ez a mai nap ezért lesz kritikus. Én, mert hogy ugye az előbbi néhány napban, amikor voltak ezek a halálos áldozatok, akkor ugye az elnök ellen tüntettek, az ellen tüntettek. Azóta a hadsereg átvette a hatalmat. Tehát számíthatunk arra, hogy most már vérontás nem lesz, vagy elképzelhető, hogy újra halálos áldozatok lesznek? Ugye a hadsereg beavatkozása, ezt látni kell Egyiptomban, egy olyan helyzetet előzött meg, aminek akár egy szíriai forgatókönyv is lehetett volna a következmény. A muzulmán testvériség számára ez egy nagyon nagy megrázkódtatás, ami történt a puccs, hiszen több mint 90 éven keresztül készültek arra, hogy hatalomra jutnak. Egy évvel ezelőtt ez megtörtént. Morsi számára egy háromnegyedes parlamenti többséggel a háta mögött megrázó volt, ami történt. Ő úgy gondolta, hogy most jött el igazából az ő pillanata, hiszen néhány héttel ezelőtt, amikor az Egyesült Államok két éves hezitálás után bejelentette azt, hogy odaáll a szíriai felkelők mögé, akkor Morsi volt az első, aki azt közölte, hogy ő emögé áll, és azt gondolta, hogy most a térségben az ő támogatásával egy meghatározó regionális szereplővé is válhat. Ehhez képest egy megrázó fordulat, ami történt vele. És közben itt van a vonalban Jász Berényi Sándor. Jó reggelt kívánok! Mi történik most Egyiptomban, és mire számít a mai nappal kapcsolatban? Ugye az iszlamisták és a muzulmán testvériség támogatói bejelentették, hogy egy általános pénteki tüntetést tartanak mindenhol az országban. Én azt gondolom, hogy ez a minta látszik, hogy a hadsereg, illetve a rendfenntartók nagy erőkkel szállnak ki a testvériség tüntetéseire. Amikor szerdán ott voltam Rabiában, Nasser City-ben, Rabia mecset mellett, így gyülekeztek a muzulmán testvérek tüntetők, 70-80 ezer embert jelent. Ott már le volt, tehát jammelve voltak a telefonok. Amit most mintának látunk, az az, hogy ugye letartóztatták az iszlamista televízióadókat, az Al Jazeera-t felfüggesztették az országban, elkobozták a felszerelést, és a stábtagok őrizetben vannak. Tehát egy nagyon-nagyon komoly olyan forgatókönyv zajlik, amiben az iszlamisták kiszorítják a politikából. A kérdés az nyilvánvalóan az, hogy mennyire tud az erőszakossá válni, és mennyire tud vérbe torkolni. Én azt gondolom, hogy a nagyvárosokban nem lesz túl nagy probléma, mert nyilván meg fog halni egy pár tüntető, meg összecsapások lesznek a rendfenntartó erőkkel és az úgynevezett Baltagéjával, ez a fogalom, ez bevezetődik 2011 óta Egyiptomban. Ezek azok a civil ruhás, feltűnően agresszív emberek, akik neki mennek a tüntetőknek. Nem tudni, hogy őket honnan kerülnek oda, de mindig megjelennek általában olyan tüntetésre, amiket nem kíván valamelyik politikai szereplő. Nem is ez a probléma, hogy ilyen nagyvárosokban mi lesz, mert ugye már felgyűjtöttek a muzulmán testvériségnek a pártcégházait, a vezetőik és prominensek őrizetben vannak. Az a kérdés, hogy mi lesz vidéken. Vidéken sokkal nagyobb a muzulmán testvériség támogatottsága, mint a városokban. Több
beduin törzsösének félszigeten egyértelműen állás fogadtam az ellentestőség mellett, és tüntetni vonulnak, ők feje vannak fegyverezve, és már rakétát lőttek el, illetve a sínai félszigetről, ami pontosan nem tudjuk, hogy kilőtt a rakétát, de Egyiptomból történt rakétát a sínai félsziget felé, ellet felé. Úgyhogy sokkal inkább érdekesebb az a kérdés, hogy mi fog történni most vidéken, mi fog történni a határvidéken. Azt tudjuk, hogy Abdel Fattah al-Sisi a hadsereg főparancsnoka utasításában adta, hogy a Rafahi határát kell zárva tartson, és utasításában adta, hogy Hamas vezető nem kellhet át. Én erre készülök, arra készülök, hogy most itt lesz egy tömegtüntetés Kairóban, erre ki fogok menni, megnézem a múltban is egy tüntetését. Biztos, hogy van a Tahrir téren lesz, és nem az elnöki palota előtt, ahol még mindig szorványosan gyülekezik a tömeg. Nem tudjuk, hogy mi lesz. A Magyarországra eljutó híradásokból egyébként úgy tűnik, hogy összességében az egyiptomi társadalomban elég népszerű a katonai puccs. Ez tényleg így van, ezt tapasztalja? Igen, ez abszolút, tehát hogyha meg óriási tömegeztek, hogy 3 millió emberről beszélnek a 9. utcára, tehát a Tahrir tér az teljesen tele volt, és tele volt a Tahadéja az elnöki palota előtti óriási terület, ez óriási nagy tömegek vannak. Ne felejtsük el, hogy ebben azért nagyon-nagyon nagy szerepet játszik az is, hogy iszonyatos a gazdasági válság az országban. Nem volt benzin az elmúlt 3 hétben, az azt mondta, hogy 3-4 órát vártak az autósok a benzin utak előtt, többen meghaltak. Tehát a verekedésekben, ami kitörtek a benzinért. Az államilag támogatott élelmiszerek elosztása is problémás, nehezen lehet gázhoz jutni, ugye ez is állami szinten tartott, 50-es évek árszintjén tartott gázhoz. Tehát akadozik a gazdaság, és áramkimaradások vannak, tehát hogy a nyomor negyedében gyakorlatilag 1-2 órára van áram, mert ugye úgy osztják be, úgy próbálnak spórolni, hogy ott, ahol a legtöbbet használják. Ezek a problémák, ezek mind olyan szintű engedetlenséghez, olyan szintű engedetlenséghez jutottak, hogy azokat, akik kivitték az utcára, akik egyébként szerintem nem mentek volna ki. A másik ilyen, hogy ha megnézzük, ez nagyon-nagyon gyorsan lezajlott, és ami elképesztő az, hogy tényleg 4 napon belül gyakorlatilag ki van szólítva a teljes politikai iszlamizmus a politikai palettáról. Tehát nem lehetnek részt, tehát még a véleményeket sem tudják elmondani, mert nincs olyan tévécsatorna, ami működne. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon megtervezett, nagyon jó felépített forgatókönyv volt. Nyilvánvalóan most egy sajtó azt magyarázza, hogy ez miért nem katonai puccs. Azt gondolom, hogy ha egy legitimen megválasztott elnöket, lehet, legyen bármilyen antipatikus a politikai agendája, fegyveres erők elűznek, az katonai puccs. Az egy más kérdés, hogy ennek óriási támogatottsága volt. Minek köszönhet, hogy egy év alatt ekkor átfordult a közhangulat, hogy először demokratikusan megválasztanak egy iszlamista vezetést? Ugye előtte is a hadsereg menedzselte az átmenetet, majd adta át a hatalmat Mursinak, amikor megválasztották, és egy évvel később meg teljesen kiszorítják. Most ezt Morvai Pétertől kérdezem először, és aztán visszatérünk mindjárt Jászberényi Sándorhoz. Ami történt, az a politikai iszlamizmusnak a verességeként, vagy válságaként értékelik a szakértők. Ez az a mozgalom, ami nagyon hosszú időn keresztül ellenzékben volt, soha nem volt hatalmon. A vele kapcsolatos illúziók foszlottak szét ebben az elmúlt egy évben, Mursi nem tudott valódi változást hozni Egyiptomban, és ennek a válságnak, politikai iszlám válságának az egész térségre vonatkozóan komoly befolyása lesz, hiszen ez érinti Erdogánnak a helyzetét Törökországban, érinti a szíriai polgárháborút, és nem véletlenül volt pontosan Assad az, aki elsőként üdvözölte a kairói katonai puccsot. Jászberényi Sándor? Én azt gondolom, hogy teljesen igaz van a kollégának, tehát hogy ez egy óriási versége a politikai iszlamizmusnak. Amit azt gondolok, hogy ami ideig vezetett, tehát egy ilyen szintű, konkrétan egy második forradalomhoz vezetett, ennek jelenleg az oka, hogy ugye Egyiptomban mindig egy elitista politika zajlott. Tehát az adott uralkodó réteg, itt ez ugye általában a hadsereg volt, tehát a hadsereg köréhez tehető hadseregből érkező civilek, ez mindig kísérdította a hatalmat, ilyen a politikai struktúra. Tehát, hogy nem kell ugrálni, nem szabad beleszólni, nincs beleszólás. És hát azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, ami rengeteg embert felhállít a mozgalomtestvérségekkel kapcsolatban, hogy nem változtatták meg az infrastruktúrát. Tehát nem lett demokratikusabb a rendszer, hanem ezt próbálták, hogy itt mondják, testvériesíteni. Tehát az állami infrastruktúra intézményeibe a saját embereket rakták be, nem hallgatták meg a hangokat, hogy
hogy milyen problémák vannak. Nem adtak kész válaszokat a jelenlévő gazdasági válságra, és nem folytattak valós egyeztetést az ellenzékkel. Ezt olyan szinten nem folytattak, hogyha valamire megegyezett az ellenzék a múzeumentes térséggel, akkor nem tartották be. És egy idő után, tehát ez hívta létre a nemzeti megváltás frontot, ami egységesíti a masszeristákon keresztül, a kommunistákon keresztül, a liberálisokon keresztül mindenkit. Ez hívta életre, hogy nem lehetett, tehát nem voltak hajlandók tárgyalásokat folytatni, és kihagyták a teljes ellenzéket mindenből. A legutolsó ilyen, közben a forradalmi szikra, az a kulturális tárcának a testvérsítés volt. Kineveztek egy testvért, nem mit eszembe a neve, de kineveztek valakit a kulturális tárca élére, ami miatt gyakorlatilag megszállták a minisztériumot az egyiptomi értelmiségiek, mert hogy semmilyen egyeztetés nélkül történt. Azt mondom, hogy ezek vezetek közösen oda, hogy ekkor lett az egyenlőtlenség. A másik az, hogy Egyiptomban a katonaság, tehát a hadsereg saját gyárakkal, hotelekkel, kórházakkal és egy saját iparral rendelkezik, tehát egy nagyon komoly gazdasági tényező, sőt az egyik legkomolyabb gazdasági tényező az országban. A szétesű gazdaság az őket is érinti, és nyilvánvalóan, hogyha nem biztosítják a saját anyagi forrásaikat, akkor problémák lesznek. Muszi elnök úrnak nem igazán voltak válaszai arra, hogy hogyan fogják a gazdasági problémákat orvosolni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, természetesen még folytatjuk, hiszen a témát és a fejleményeket folyamatosan nyomon kísérjük. Köszönöm szépen. Köszönöm.